mindenkitől megkérdezte, amire kíváncsi volt. Nála nem voltak tabuk, nem volt kényes kérdés, legfeljebb, ahogy ő szokta mondani, kényes válasz. Talán azért, mert ő sem csinált soha titkot, vélt vagy valós fogyatékosságaiból. Kitárolkozott és pőrén mutatta meg magát. Ugyas valakivel fogok most beszélgetni, aki például ennek a műfajnak is, tehát amikor portréinterjút készítenek, az egyik mestere Magyarországon. Ennél fogva én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen interjú alany Szilágyi János. Így mindjárt az elején köthetnénk egy megállapodást? Nos. Én kérdezek bármit, mindenre följogosít, ön pedig cserébe bármire mondhatja azt, hogy erről nem szeretnék beszélni, és akkor én nem fogok tovább kérdezősködni. Én azt hiszem, hogy egy fel megállapodás, mert hogyha te azt kérdezed, amire én nem akarok válaszolni, amit nagyon nehéz lesz megtenned, hogy olyat kérdez, amire én nem válaszolok, akkor valóban azt fogom hogy ezt valamilyen okból nem akarok válaszolni, és aztán utána, utána úgyis is járva kérdezel bármit, akkor se fogok rá válaszolni, de nem hiszem, hogy erre sor kerül. De jó, akkor áll az alku. Én mindig nagy bajba vagyok azzal, amikor kínos kérdéseket kell föltennem. Tehát amikor tudom azt valakiről, hogy volt az életének egy tragédiája, van egy szenvedélybetegsége, meghalt a gyereke, valami szexuális aberrációja van, holott egy köztudok dolgok, én mégse megkérdezni. Ön tudott kegyetlen lenni? Én úgy gondolom, hogy ö, úgynevezett, azzal kezdted, és tegezzük egymást az Megkisztés. egyszerűség kedvéért, azzal kezdted, hogy ö, engem idéztél, egy klasszikust, hogy, 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 hogy nincsenek kényes kérdések, és ezt valóban így is gondolom. Tehát éppen emiatt, hogyha valaki fontos, tehát nem csak ilyen bulvár érdeklődés, de fontos, hogy a szexuális aberrációját szóba hozd, akkor az halál nyugodtan hozd szóba. Elmondok egy történetet. Csináltam egyszer a televízióban egy ugyanilyen típusú beszélgetést egy nagyon ismert tolmáccsal, a nevét is mondanám, nem titok, de most egy pillanatban nem fog eszembe jutni, mindegy. Én tudom, mondhatom akkor, egy Igen. Pozsgai Józsefről. Jóskáról van szó, így van egy beszélgetés volt, és ahogy mi most ezelőtt a beszélgetés másfél perccel leültünk, én is így leültem vele, és én száz éve ismerem, és én nagyon-nagyon ragyás a képe. És ö, szemben veled, aki előtt nincs le, ott van egy monitor, de nekem itt volt a monitor az ő háta mögött, és még így ültünk, addig a háta mögött operatőr ráközelített. Magyarul én ilyen közelről láttam a televízióban az arcát, és megrémültem. Szóval mondom, hogy ha ez ilyen közeliben lesz, és miért ne lenne, akkor a fél nézőközönség életébe kiszalad, mert kifejezetten fölnagyította ezt a archibát, vagy bőr problémát. A harmadik percben megkérdeztem tőle, hogy ez a rücskös kép nem így kezd, az arcodon lévő dolog, ez sok problémát okozott-e az életedbe. Elmondta, hogy igen a lányokkal való ismerkedés, most is, tata, tata, elmondta, hosszan. Vége van az interjúnak, és az egészet ezért meséltem el. Azt mondjam, nagyon köszönöm. Hát mondom, én köszönöm, hogy itt voltál. Nem azt köszönöm. Azt köszönöm, hogy megkérdezted ezt az én ragyás pofámat. Mondom, miért? mert tudom, hogy mindenkit ezt foglalkoztat, néznek így bele a képembe, de még senki nem mert ezt tőlem megkérdezni, és nekem nagyon jó, hogy elmondhatom, meg elmondhattam, mert ettől kezdve a nézők nem ezt fogják nézni, és értik, hogy miről van szó. De ez nem egy alkati sajátosság, hogy erre születni kell, hogy valaki ennyire gátlástalanul és zavarmentesen tudjon így közlekedni, akár egy testi fogyatékossal szemben is? Mert te például, az feltűnt, ha... Utatba sodort, akár a halóit vagyok kapcsán, akár máshol, mondjuk egy csonkolt kezű embert, az első kérdésed az az volt, hogy hol vesztettel a kezét? Világos, mert ez egy teljesen természetes érdeklődés, nem? Hát ha nekem nem volna a kezem, és te ezt nem tudnád, és végig úgy csinálnál, mint ezt téged nem zavarna, vagy nem foglalkoztatna, csak néha, hogy oda lesnél, de nem kérdeznéd meg, akkor, akkor nagyon nagy szakmai hibát követnél el. Ugye, mondjuk én az ilyen testi fogyatékosok, a, a, a gyerekkoromban intézede voltam, és sok ilyen sráccal értem együtt. Lehet, hogy ez innen datálódik, tehát úgy pingpongoztam velük, hogy innen hiányzott a két kezük, és így fogták az ütőt, és baromi jól játszottak. És... Az is belejátszott ebbe, hogy például a hugoz gyerekparalízises volt? Igen, most is az, szóval most is abszolút fogyatékosra, hogy ezt mondani szokták. Tehát engem ez nem zavar, és tudom az, hogy az emberek, mondjuk, ha már a hugomat szóba hoztad, őt egy dologgal lehet kihozni a sodrából, ha sajnálják. De ilyen sajnálkozva ránéznek. Ugye, ha egy vak emberrel ül szembe, akkor a vakot így kérdezik, és tessék mondani, a vajas kenyeret tetszik szeretni? Ettől még ez lehet egy gangster, csak nem lát. Nem az a fő foglalkozása, hogy vak, hanem egy ember, akinek ilyen-olyan tulajdonsága vannak, ezt vagy azt csinál, ilyen tehetséges vagy olyan tehetségtelen, egyébként vak. Nem főszereplője az ő életének a vakság, egy nagyon meghatározó és behatároló része, de ezt az ember rögtön meg kell, hogy kérdezze, illetve nem kell ilyen így, így a szegény vakemberrel így beszélni. De neked nem a mikrofon adta ezt a bátorságot, ugye? Tehát a civil életben te ugyanilyen. Abszolút. A, abszolút rákérdezek. Igen, jelsz. igen, 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 igen. Hát ez nyilván azzal függ össze, hogy én a mikrofon előtt ö, ö, sem vagyok más mint az életben, mint az úgynevezett mindennapi életben. A tévében se volt ez így? De nézd, a tévében amikor elkezdtem tévézni, én nagyon rossz voltam. Én nem azt mondom, hogy az utóbbi időben a tévében nagyon jó vagyok, de akkor kifejezetten rossz voltam, mert állandóan viselkedtem. Tehát az, hogy most így fogom a kezem, ezt észre sem veszem. De ott, amikor kezdtem a tévézést, akkor arra figyeltem, hogy ez az újam így legyen, vagy lazábban tartsam, vagy így csinálják. Ezt foglalom, mint, a, mint a tükör előtt állsz reggel, és a nyakkendődet igazgatod, vagy nézed, hogy mennyire vagy szőrös. Ö, tükörbe láttam magam és aztán eljött egy idő, egy bizonyos műsor, aztán bizonyos műsorok, akkor teljesen elment ez a tükörrefektus, és azóta a tévében is gondolom, hogy természetesen tudok viselkedni. Ez elmúlt egyik pillanatról a másikra, vagy volt egy folyamat? Volt egy műsor, az volt a cím, hogy kávéhabbal. Ez a egy 90-es 90 90 évek eleje. Én nagyon pici voltam, de néztem. Igen, nincsen. igen. És ott volt először az, hogy nem egy műsorban voltam alkalmazott résztvevő, az egyik riporter, az egyik helyszínen lévő bárki, hanem ez a 20 perc vagy 40 perc, már nem emlékszem, hogy a hosszú műsor volt, ez az enyém volt. Én szerkesztettem, én beszéltem meg a alanyokkal, kik jöjjenek, hogy legyen. És ettől felszabadultam, és attól kezdve én a tévében úgy érzem, hogy jobb lettem, de aztán főleg a Sóbálvány című műsor volt az, ahol mindenki alám dolgozott, és, és akkor azt, azt én nagyon élveztem. Ha már szóba hoztad előbb a hugodat, nem ismerjük ezt az oldaladat. Tehát te egy ilyen gondoskodó, egy erre. Egy olyan ember, aki szükségét láthatja annak, hogy segítsenek rajta, szóval te egy olyan báty vagy, aki minden feltételt és körülményt megteremtesz a tekintetben, hogy segíts rajta? Én nem hiszem, hogy ez így működne nálam. Húgom, egy nehéz nő, de most ebben nem menjünk bele, ez most például nem az, hogy nem válaszoló, csak nincs erre idő és nincs is értelme. Attól nehéz nő, hogy 40-50 éve egy igen behatárolt téren él, ugye a, a lakásban, most már nem is tud kimozdulni. Mm. És hát ha valamit kell, akkor azt megcsinálom. Én minden héten kimegyek hozzá, nagyon a duncsizunk, és mindig megkérdezem, hogy mit vigyek. És akkor azt mondja, hogy az kiló krumplit és egy üveg rozét. És akkor azt én kiviszem de ha valamire megkér, hogy ezt külön intézem el, hát persze, hogy elintézem. De nem mondanám magamról, még a húgom tekintetében sem, hogy igen, jaj, hát nagyon kell rá vigyázni, és ajnározom, és hát nem hiszem, hogy ilyen vagyok. És nem is vagy egy ilyen érzelgős típus, ugye? Nem nagyon. Sírni tudsz? É, igen, de nem is tudom, mikor kaptam. Bizonyos, mit a zenére egy zene megszólal valamihez, és észreveszem, hogy bepárás, nem kezdek zokogni, de bepárásodik a tekintetem. Hogyha visszagondolok, hogy mikor sírtam utoljára, így igazából arra nem emlékszem. Nem, nem tudom az idejét, de tudok sírni. Gyerekkorodban, amikor beraktak titeket a szüleitek intézetbe, akkor sokat sírtál. Abból indulok ki, hogy egy meglehetősen szuverén, vagány, egy ilyen csibész gyereknek gondollak én, aki egy Merev, meglehetősen drilluralta légkörbe kellett, hogy létezzen, ha jól tudom, három évig. Azért ez nem lehetett könnyű. De nézd, a történet nagyon egyszerű, az apámat kiküldték, Argentinában külkeres volt, és nem vitt ki minket, a három gyereket, hanem itt a Helyesztélyi Intézetbe. Ennek De az, miért nem? Azért, azért, azért nem, mert az apám kommunista volt, egy hithű kommunista volt. De várjál, hogy ez hogy lehet, hogyha 45 előtt... Ő már 45 előttben volt a pártban, miközben fonal nagy kereskedő volt, Igen. és az volt a nagy párt munkája neki, hogy ö, ö, pénzt adott a pártnak. Én, én Rózsa Ferenc, akiről egy utca volt, elnevezem most már vissza, keresztelték az eredeti nevére, annak én ültem az ölébe egész kis gyereként, Szőke Pista bácsinak ismertem én, ugye a Pista pistabácsi Pista bácsi jött apámhoz a dohányért és adott apám neki két vagy három ezer pengőt, ezt mind utóbb tudta meg természetesen, jóval utóbb, mert az apám így támogatta a vörös elkapott kommunisták özvegyei rokonainak támogatására szolgáló, nem tudom, titkos intézmény volt, és a szabad népre, ami szintén egy illegális újság volt, erre adott apám pénzt de ezt én mindezt, mindezt sokkal később tudtam meg, és hál' Isten megóvott tőle a, a, a sors, hogy én nem voltam soha kádergyerek. gyerek. Apám mindig főnök volt, volt a rádió elnöke volt, a Dunavölgyi Bank igazgatója volt, ez volt, az volt, amaz, külkereskedő vállalatok igazgatója, de én sose voltam kádergyerek ezt nyugodtan állíthatom, én utáltam ezt az egész bármiféle, én se voltam soha, pártak se voltam soha, semmiféle szervezetnek nem voltam tagja soha. Még terhes is volt adott esetben apád így módon való árnyéka? De olyan fura világ volt ez, ezt most már annyira nem értik, hogy képzeld el, mikor jöttek be, középiskolás voltam, és akkor jöttek be az ávóról, keresni majd a leérettségített fiatalokat, hogy menjenek az államvédelmi hatósághoz dolgozni. Akkor engem kiküldtek az osztályból. Miközben ez alatt, azt hiszem, az apám épp a rádió elnöke volt. Mert én egy X-es voltam, mert ugye polgári származás, fonal kereskedő, bár az apám mindig azt mondta, hogy írjam be az önéletrajzomba, annak idején naponta kellett önéletrajzot írni egy 14 éves meg 15 éves mindig az volt a vég, hogy éjjel Rákosi. Szabadság éjjel írtad rá a három mond, mi, mi, volt? volt gyerekem, apám, ez volt, az volt, és az apám mindig azt mondta, azt írt be, hogy fonal voltam, nem fonal nagykereskedő. kereskedő. Miközben mindenki tudta róla, az adott helyen, hogy ő persze fonal kereskedő volt, de ez egy rettentő komplikált világ volt, de ezt én nem ilyen komplikáltan fogtam föl. lényeg az, hogy én életemben egyetlen egy pofont kaptam apámtól, amikor ezt a konyhába azt mondtam neki, valamilyen ügyből kifolyog lehettem 13 éves, hogy én nem akarok kommunista lenni. És akkor lehúzott egy pofont. Aztán később apám nagyon korán meghalt, 60 éves volt, vagy 61, és a rádióhoz közel lévő klinikán feküdt, és akkor bejártam hozzá, át csak sétálnom. És tulajdonképpen az apámmal ott ismerkedtem meg egy kis túlzással, mert ő annyira nem volt a családtagja, csak dolgozott, járt, és szóval neki a párt. És akkor ott az ágyon ülve faggattam erről a pártról, mert apu, te hogy és kibeszéltétek például ezt a sérelmet? Mert ezt tudom, hogy azért benned mély nyomokat hagyott, hogy te ott éltél három Igen, kibeszéltük, kérdődbe. és ennek volt az, ugye a fő kérdés, hogy hogy, hogy apu, te a pártnak tettél egy szívességet azzal, hogy minket nem viszel ki. Ugye, hogy nehogy ne, azt higgye a párt, hogy te majd akkor disszidálsz. És tettél a pártnak egy szívességet, és a három gyereket eltetted három különböző intézetbe. Ez hogy létezik? És akkor az apám mondott valamit nekem, mert hát, rögtön hosszan beszéltünk, de nagyon jó volt a példája. Azt nézd, ő aztán 56 után teljesen kifordult ebből a világból, de nagyon jó ezzel. Tehát nézd, nekem a párt olyan volt, mint hogyha valaki embebeteg módon tiszteli és szereti az anyját. Fölnéz rá, az az Isten. Nő. Ez volt nekem a párt. Aztán egyszer csak, és ez volt nekem 56, mondja, meg az 56-ot megelőző idő, bebizonyítják neked, oda teszik a képeket, az igazolványt, hogy az anyád a város otthója volt. És ez a szent, akit ez az egész életedbe minden Isten mellé raktad föl, az kiderül, hogy nem az volt. Hát ez volt nekem a párt, mondta apám. Akkor, amikor a rádióba kerültél, 1957-ben, akkor se kellett édesapád segítsége? De, de nem kellett segítség, de azt hiszem, hogy szólt a rádió akkori elnökért ismerte, még illegális korukból, szóval az is egy elvtárs volt, apám is egy elvtárs volt, de akkor a rádióban nagyon könnyen be lehetett kerülni, mert ugye a fél rádió... Ja, hát 56-ban gondolom, fel a, rá... a felét kirúgták, úgyhogy volt hely. És az sem igaz, hogy Első éveidben egy picit többet engedtél meg magadnak, mint mondjuk szaktársaid, vagy korosztálybéri társaid? De nézd, én az egész szakmába, a szakmát azért választottam. Én minden voltam ö, érettségi után, nem vettek fel az egyetemre, megint csak apám miatt, ami fura, be X-es voltam, és sokkal több pontszámot kellett volna teljesítenem, közgázra akartam menni, de az nem sikerült, tehát nem vettek fel az egyetemre. Később aztán elvégeztem egy újságíró főiskolát, de a lényeg az, hogy, hogy, én egy olyan állást kerestem, ami nem reggel nyolckor kell bemenni, blokkolni és ötkor kijönni. És erre az újságíráson jónak tűnt. És tulajdonképpen egy visszagondolva, ennek az egész szakmának ez volt a legnagyobb haszna. Már neked? Igen. Ez az 50 év, vagy nem tudom Igen, hány Igen, ez, ez, hogy, saját magam ura voltam. Egy dolog volt lényeges, hogy a műsor kész legyen. De hogy én ezt az utolsó pillanatban csináltam, vagy két hétig vacakoltam vele, és elmentem egy hétig a Balatonra lógni, mert éppen nem volt műsorom, tehát individuálisan szabad voltam. És ez ennek a szakmának a legnagyobb előnye. Nem is vetted Isten igazából komolyan ezt a szakmát? Tulajdonképpen nem de imádtam csinálni. De milyen fajta örömet okozott neked például ezen felül, tehát a szabad felül a rádiózás? De a rádiózás igen, a igen, 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 igen. De attól, hogy, hogy ülsz egy ilyen zárt térbe, mint amiben most ülünk, ez egy TV stúdió, a rádióstúdió az ugye jobban be van párnázva, és tulajdonképpen azt csinálsz, amit akarsz. Azt mondasz, amit gondolsz, az észszerűség határai így. Én tényleg mindig azt mondtam, amit gondolok, és talán ettől is volt ilyen ö, sikerem, ha mondhatom így. Ezt te Tudatosan rájöttél, hogy egy a... picit más hangot kell megütni? És nem, fáját, nem, 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 én, én, amit mondtam neked az elején, hogy én a mikrofon előtt pontosan ugyanúgy viselkedtem, mint ö, a pagodában, a rádió Tehát én nem, én nem akartam megfelelni. Senkinek? De egy valakinek. Magamnak. Tehát ha nekem tetszett, amit csináltam, akkor úgy gondoltam, hogy ez fog bizonyos embereknek tetszeni, és bizonyos embereknek nem. De soha nem akartam megfelelni a hallgatóknak, nem akartam megfelelni a nézőknek, most sem akarok megfelelni a nézőknek. Tehát engem nem érdekel, hogy most minket néznek három ezren vagy 14 ezren, és hogy mi a véleményük. Én magamnak akarok megfelelni, hogy neked értelmeseket válaszolok, és azt mondom, amit gondolok és nem akartam megfelelni a főnököknek sem. Tehát én nem próbáltam olyat, hogy nekik majd tessék, és soha ez föl nem merült bennem. Olyan például, ha ért szakmai kudarc, tudtál te azon hosszú ideig bánkodni? Igen, a nagy, nagyon pipa voltam magamra. Én nagyon dühös tudok lenni magamra, ha, ha nem tudom semmire ráfogni, hogy miért voltam az adott helyzetben. Gyenge, hülye, ostoba. Ez egyfajta maximalizmus? Nem mikor nem tudom a körülményekre fogni azt, hogy mondjuk a teniszt azért hagytam abba, mert olyan mértékben gyaláztam magam a pályán, saját magamat, amikor egy rosszat ütöttem, magyarul senkire nem tudtam ráfogni, nem szakadt el a húrom, nem engedett hmm. le a labda, hanem én rosszul ütöttem meg azt a fonákot, hogy tényleg láttam magamat, hogy, hogy tűred, és mindenki jött oda, hogy ne hülyeskedj, és egyszer, mint egy ilyen ö, varió, ugye, amikor elvarióznak egy képviselő, és én megláttam magam, hogy igazán kívülről, mikor ordítodok a pályára, most nem akarom mondani miket magamra, hogy rögtön ott azt mondtam, hogy eladó két ütő, és soha azután nem is mentem a, a ki a teniszpályára. Tehát én magamra, ha egy műsort eltoltam, vagy nem úgy csináltam meg, vagy nem jött össze úgy, ahogy én gondoltam, vagy ügyetlen voltam, vagy nem jutott eszembe egy név, vagy bármi, akkor én ölni tudtam volna egy valakit, Magamat. Pedig borzasztó lezsernek tűntél, tehát ennek a nyomát nem lehetett felelni rajtad. Hát éppen emiatt, de, mert nem volt, nem tudtam a világá kiáltani, hogy hogy itt rosszul fogalmaztam, vagy primitív voltam, vagy nem jut eszembe valami. De hát az ennek ellenére az ember, ember nagyon nagy ökörségeket elkövet ugye a mikrofon előtt. Az egyik legemlékezetesebb az volt, hogy a Calypso Rádió, mikor még volt, abban volt nekem egy délelőtti műsor minden kedden. És annak idején, amikor még ruscsó volt uralmon, akkor egy amerikai gép berepült a Szovjetunió fölé, és ezt lelőtték. Egy Power nevű pilóta vezette a U2-es gépet. Ugye mi mindig U-2, az U-2-es pilótáját lelőtték a szovjetunió fölött, a Krusov nem ment ki találkozni a, nem tudom, a Kennedy-vel, vagy eisenhower ki volt a kép az elnök, de nekem ez U-2 volt. És akkor volt a U-2 nevű együttes, az meg a U-2 volt, de ezt a kettőt én sose hoztam össze. És egyszer a calypso azt kellett konferálnom, vagy az, hogy jön a U-2. És nekem le volt írva, hogy U-2. És az én agyamban ez annyira külön ment, hogy azt mondtam, az U2-es együttes következik. Uh -huh. Na most ne tudd meg, hogy a betelefonálok a, az én kiröhögésemtől az anyámba való elküldésig, hogy ott minek voltam kitéve, de megtanultam, hogy az a jó Soha nem csináltál semmiből titkot. Most is elmondtad ezt a hibát. Én olyan dolgokra bukkantam búvárkodva a te korábbi interjúidból, hogy egész egyszerűen megdöbbentem. Megmondom őszintén, hogy valaki ennyire gátlástalanul tudjon pőrére vetkezni egy, egy, interjú során. És mondok például három, a szexualitásról, ha beszélhetünk. Elmondtad, hogy sterilizáltattad magad. Igen. Elmondhatod, hogy milyen kalandokban vettél részt, és ott hányan voltatok. Elmondtad, hogy fiatalkorodban szexuális problémád volt. Miért kell ennyire, ennyire szókimondóan beszélni például ilyenről? A 80-as évekről beszélünk, én akkor találtam ezeket az interjú részleteket. Amikor Ö... aztán az nem volt ennyire közkeletű dolog, hogy a nyilvánosság előtt erről beszéljenek. Én úgy gondolom, hogy két dolgot összemosol, biztos voltak interjú részletek, de ez a 2002-ben megjelenő... Nem, ezt mind tri... a hármat Zalatna is arról a könyvébe találtam. Akkor lehet, hogy ott igen, de aztán ezt megírtam a privát című könyvemben is. Mert én úgy gondolom, hogy mindenkinek van szexuális élete. És ezek kapcsolatban vannak örömei és bánatai, kudarcai és sikerei. Ö, akkor kaphatná rajta engem, pontosabban akkor mondhatnád azt, hogy én gátlás nélkül mindent kitalálok, azt mondanám, hogy Tóth Terivel tudod, amikor ágyba bújtam, piszkos volt a bugyija. Engem viszont a piszkos bugyik borzalmasan izgatnak, úgyhogy Tóth Terit én rettenetesen megkeféltem. Ez túlmegy azon, amit én a szexuális életről ezekben az interjúkban mondtam, hogy nekem problémám volt. Hogy is felizáltatta magam, annak volt egy előtörténete, amivel most nem mutatnálak, mert régen volt, és az előtörténet hosszú. De szinte dühönbe vagy az, hogy megakadályozom azt, hogy nekem még egyszer gyerekem lehessen, vagy ezzel kapcsolatos problémák fölmerüljenek, elmentem. Egyébként nem váltam meg. Lehet hogy ha mondjuk a harmadik, most a harmadik házasságodat töltöd, születik még egy gyereketek, akkor ez nem ilyen harmonikus, mint legalábbis kívülről Hát látszik. az Isten tudja, tehát ha mi egy kocsmában találkoztunk volna életünkben, először és többet ittunk volna kellett élni, és összeveszünk, akkor nem biztos, hogy itt ülök. Szóval ha nekünk a Györgyivel, a mostani feleségemmel lett volna egy gyerekünk, akkor a fene tudja, mi lett volna. szól, hogy most is együtt lennénk, még a gyerek, a gyerek szétdobott volna minket valamilyen okból, az Isten tudja. Nem tudom, de hát minden esetre, ha fiatalabb lettem volna, meg a Györgyi is, tehát visszamegyünk időbe, ma már hiába sterilizáltam magam a mai tudomány mellett, meg lehet csinálni, hogy tőlem levesznek az ispermát. Akkor ez nem ment nem lehet, és még visszatérve egy mondat erejéig erre a túlzott szó kimondásra. nem lehet, hogy az az egésznek a kiinduló pontja, hogy téged zavarna, ha nem olyannak látnának, mint amilyen valójában vagy. Van egy ilyen, nem is azt mondom, hogy görcsös, de egy ilyen szinte genetikai lakódolt önazonosság késztetésed, ha most nagyon dolgárosan fogalmaztam. Ö, nyilván ez a szakma is hozzásegített engem, meg az én saját személyiségem is, hogy jobban kijössz a világgal meg magaddal, hogyha, és nem szeretem ezt a szót, hogy őszintén beszélsz, hanem hogy kimondod azt, amit gondolsz. Megint hozzáteszem az észszerűség határain belül. Ö, mert kevésbé kapnak rajta, de ami még fontos, a magadat kevésbé emészted, hogy itt hazudoztam össze-vissza, erre biztos rá fognak jönni. Hogy én azt mondtam, hogy nagyon édesek a, a a hát háromlábú békák, mert én minden állatot, tudod, úgy szeretek, és akkor tudom, hogy a háromlábú békákat rühelem, de nem akarom kimondani, és akkor így, így beszélek, hogy a háromlábú békák, és akkor magamat marcangolom, hogy mit hatszod azok én a világnak. Ö, de ez nem tudatos. De rájöttem, hogy ennek sokkal több előnye van ez általad most annyira forszírozott, hogy mondjam, ilyen őszinteségemnek, ami nem őszinteségem, hanem tényleg azt mondom, amit gondolok. A feleségem, a Györgyi, akivel itt, ez, ő már ezt nagyon megszokta, de rettentően nehezen tudtam megszokni. Miért kell, itt vannak az emberek, miért kell, mert hogy rám mondom, Györgyike, ne beszélj hülyeséget, nem árul jól neked az a ruha, ha 35-en vannak, és dicsék a ruhát, én akkor azt mondom, most csak egy rossz példa, de ilyen szinten nem az a ruha való rá most ide, ami rajta van. Én mondtam, hogy ne azt vedd fel, igaz? És mégis, hogy dicsérik. És akkor még kell ilyeneket mondani. Hát mondom, nem megtörtént, ott álltunk a szóval, és mondtam, hogy nem, ne ezt ved föl, vagy azt vett föl, vagy ő mondja nekem. Tehát én nem nagyon, engem nem nagyon foglalkozhat az, hogy hogyha te hozzám eljössz vendégségbe, hogy akkor én fölmossam a konyhát előtte, hogy lássod nálunk, milyen tisztaság van, miközben. Egyébként nincs tisztaság. Egyébként tisztaság van, mert a Györgyi a feleségem, de én nem adok erre annyira. Vagy a második feleségem volt olyan, hogy tényleg nagyon feszült helyzetben voltunk otthon, és akkor, ha ő ajtót nyitott neked, szevasz. Ha én ajtót nyitottam neked, azt mondtam, szevasz. Szóval, mert én nem játszottam meg magam. Éppen nem igaz. Lehet, hogy ez a kulcsmondat. Te a képmutatás nem kedveled. Nem. Ugye? És nem is tudok. Ezért barmi rossz színész lennék, és nagyon rossz diplomata lennék. Ez a, van előnye hátrája, de ez, ez, nem működ ebben a két műfajban. Abból se csináltál a titkot, mi több. Gyakran mondogatod, hogy nincs diplomád, nem beszélsz idegen nyelvet, sőt, ami én meglepődtem, hogy műveletlen vagy. Ezt szoktad mondani, vagy legalábbis, hogy félművelt, mert mindkettőre találta megfelelő idézetet. Különösen az utóbbi érdekelne. Ez alatt mit kell érteni? Tehát neked kráter, mélységű, hiátusaid vannak bizonyos területeken, ez azt jelenti? Én... Gyakran találkozom olyan helyzetekkel, amikor illene tudnom dolgokat és rájövök, hogy nem tudom, de most már tudom, hogy hova kell érte nyúlni meg. De ha te elkezd el beszélni valami történelmi korról és egy kicsit részletesen belemész a római birodalom, ott vannak lukak, vagy mondasz két császát és nem tudom hova tenni miközben mások, ugye úgynevezett értelmiségiek ezt ütik, vágják. De mondhatnám ugyanezt az irodalomra, a zenére, így értem én, hogy vannak hiátusaim, amit én nagyon föl is nagyítok magam. Tehát ez ugyanúgy, mint a dühös vagyok magamra ezért, hogy én ezt miért nem tudom. Hát valószínűleg azért nem tudom, mert sokkal többet kellett volna ilyeneket olvasnom az életemben sokkal van el kellett volna mélyülni ilyenekben. Ez zavar téged? Majdnem, hogy szégyelted? Ö, ö, nem, csak magam előtt. Én, én csak magam előtt szégyen, más nem nagyon jön rá. Hát ugyanis ez ugyanabban a kategóriába tartozik, hogy tehát te nekem azt mondod, hogy ö, Pilátus a krédóban, és én nem tudom, hogy ki az a Pilátus, és speciál tudom, akik rögtön megkérdezem, hogy ki az a Pilátus. Ebbe sem alakoskodsz. Nem, és ezt még soha nem csinált senki Jézus, ezt nem tudod? Hát te használj a pilátusát, az a kérdező. Szóval, ha az ember rákérdez halálnyugodtan, hogy ezt nem tudom, akkor senki nem fog kirőlni, senki nem fog lesajnálni, hanem ha ő tudja, el fogja mondani. A szokmán belül sem volt egyfajta frusztrációt, hogy nincs diplomád, nem beszélsz nyelvet, miközben noha még az 50-es, 60-as, 70-es években bőven? Sokan nem tudtak, de éreztél egyfajta kisebb rendőrségi érzést? A nyelvtudás miatt rengeteget. Szóval az az én nagy keresztem, hogy nem tudok nyelvet. Az én fiatalságom, vagy az én fiataloknak erre nem is nagyon volt igény, mert nem lehetett külföldre menni, tehát nem kellett angolul kérnem szappant. De ettől függetlenül megtanulhattam volna és később aztán, amikor már olvas, jó lett volna olvasni angolul, érteni, itt van az internet, stb. 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 Hát akkor én fogom a fejem, hogy, hogy mert soha nagyon nagy hátrányaim voltak ebből szakmailag is. Miről é, maradtál le, például? Tudnál mondani ezzel, egy, ezzel kapcsolatban egy érzékletes példát? Tehát például az, hogy, hogy voltam Rómában, és van egy írónő, a Brook Edit, aki Olaszországban él, de magyar származású, ismert írónő, ott is, itt is. És annak a férje, a Nino Rizzi, egy nagyon híres filmrendezőnek a testvére. És akkor egyszer ültem náluk, az Edit fordított, de a Nino, ő beszélt angolul. És én elkezdtem ilyen, és de a tévének dolgozott a pasi. És akkor beszélgetünk, és elkezdtem így lökni ilyen tévéműsor ötleteket. És Egy egyre jött közel. Ja, ez komolyan. És, akkor, és a vége az volt, hogy azt mondta, hogy János, megtenné de azt, hogy ezeket nekem leírod, és akkor és ezt felhasználhatnám -e. És ez az egész beszélgetés tolmács, az edit volt a tolmács, tehát, hogy nem tudtam vele beszélgetni, és nem tudtam őt visszaírni. Kaptam tőle, nem tudom, 1000 vagy 2000 dollárt átutalta, amikor megküldtem ezt az anyagot, és nagyon hálás volt érte, de hát magánéleti, szóval olyan csajokat engedtem el magam mellett. Ez bánt is. a legjobban, I nem? Igen, és ugye akkor rá is görcsölök, tehát amikor azt hogy good morning, ezt tudom, de amikor azt kéne mondani, hogy good morning, akkor én azt mondom, hogy good evening, ijedtem be. Hogy biztos, jól mondjam. De próbálkoztál, tehát megtanulni angolul? Volt De erről jártam, találkoz. mindig, mindig jártam 500 nyelvtanfolyamra, és mindig úgy feladtam a negyedénél, harmadánál. És nem tudom, ezzel nem vagyok képes elszámolni magamnak. És ez egy nagy, nagy kereszt, ez az egy hiányzó karom, amiről beszéltél. Most meg mi rá kérdeztük. A csajokat, hogy említetted? Az igaz, hogy az a titkolt vágyad, hogy életed valamennyi nőjét, mondjuk akit nem mikrofon végre kaptál, Igen. ott lennének körülötted, és te ott ülnél, mint egy kényúr, és figyelnéd őket? A történet majd nem igaz. Sokszor kérdő, hogy milyen jó lenne, hogy azokkal a nőkkel, akikkel viszonyom volt, azok ülnőnek egy zöld réten egy... Ez az, az akkori, akkori valóság. Akkori valóságúk. Na már, 80 mamikkal lenne tele az egész rét. Nem, az akkori valóságukban Na no, várj, ez mekkora rét lenne? Mondjuk egy hortobány kellene, vagy nézd, egy pici nézd, nézd, nem ezrével faltam a nőket, de nem is kettőm volt. E és hát elég vén vagyok már ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy azért volt egy pár nő az életemben, de ez egy írtó érdekes dolog volna. Tudni, hogy a harmadára nem emlékezem, mondom, hogy úgy emlékeznék rá, de hol volt ez, vagy milyen szituációban vagy, ezért érdekelne ez a dolog és beszélgetni, felvenni velük újra a kapcsolatot, azt nem igényled. Tehát azt elengedted, lezártad, Jó, hát ez egy, ez, egy, ez egy álomkép. Én ez tudom, ez hogy... egy álomkép, persze, hát visszagondolsz egy 15 évvel ezelőtti egy éjszakás kalandodra, akkor, és találkoznál akkor az a nővel, akkor nem akarnád mindenképpen fölújítani a dolgot. Hát éppen arról szólt, hogy nincs mit rajta újítani. És ha mondjuk majd jó sokára a oda a mennybe, és azt mondja neked egy bajszos bácsi, hogy János, itt a Mennyországban monogámia van, csak egy nőt hozhat. Egyetlen egyet, minden férfi. Akkor kit vinnél? Azt tudod? Jó, kérdés. Nagyon jó a kérdés. És most nem az El is várjuk. Nem, szóval nem tudom, ki kiválaszt. A Györgyit vinném. A feleségemet. Hát nem jut más most, esze. már szóval hülyeség volna az, hogy egy kis Jolánt vinni, miért a kis Jolánt vinni? Színésznőket meg nem fog, tehát olyat, akikkel szívesen lefeküdnék, hát azzal nem a mennyországba akarok lefeküdni, tehát nem mondanék ilyen világhívű színésznőket, vagy modelleket, mert semmi értelme nincs. De hogyha valakit úgy hogy mellettem akarnék tudni, az a Györgyi lenne. És mond, a férfi, az mennyire öregszik bennünk? Tehát mondjuk a vadász ösztön az, az, mennyire kondicionálható? Az embernek van úgynevezett libidója, vagyis szexuális vágya, és van az ő viszonya a nőkhöz egész életében. Na most, ahogy halad előre az ember kora, legalábbis én ez a libidóm csökkent, tehát nem rohangálnék, hogy majd megőrülök, hogy valakivel ágyba bújjak, tehát szexuális vágy nem hajt már annyira közel sem, mint régen, de ugyanakkor meglátok egy jó nőt, vagy valakivel, akkor ugyanúgy, hát hiszen én vagyok a János, ugye, aki lát egy jó nőt, és hát rögtön elkezd vele dumálni, meg fűzni, meg csicseregni vele, meg ez, meg az, de nem azért, mert feltétlenül, szóval ez egy tudathasadásos állapot. Mert, mert igazából nem akarom ágyba, ágyba vinni. De mégis úgy csinálok. De ha az eljönne velem az ágyba, az elmennék. De nem őrülnék meg tőle, azt mondja, hogy nem, is ez az utóbbi a gyakoribb. És mondjuk a 20 éves János, meg a 71-2 éves János Igen. között, azon túl, hogy most kicsit őszebb a hajad, mi a különbség? Te azt hiszem, nem sok. Hát én magamnak én vagyok a János. Szóval, és csak hát a testem, és ez egy nagyon érdekes folyamat, és erről épp egy könyvet akarok most írni, ami gyűjtöm hozzá az anyagot, és ö, próbálkozom vele, aminek az egy, van egy ilyen munkacím, hogy a vénülés fortéjai. Ami nem az öregségről szól, hanem arról, hogy egész életünkben vénülünk. Egy hétnapos gyerek pont hétszer annyi idős, mint aki az édesanyja most hozott a világra. Egy 13 éves gyerek az úgy néz egy 6 évesre, mint egy ilyen kis pondróra. Mm. Pedig van közöttük 7 év. Amikor valaki, mondjuk például én, egy késő fejlődő is rászóltam, tehát kollégiumban is értem meg. És a torna órán az utolsó előtt is sorváltam, tehát kicsi voltam. Nem voltam szőrös, már mindenkinek itt-ott szőrve volt. Nem tudod elképzelni, és nem is tudom elmondani, hogy ez nekem micsoda hihetetlen problémát jelentett hogy úgy öltözni, vetközni a srácok előtt, főleg egy kollégam egy zuhany alatt, hogy engem ne szúrjanak ki. Hogy ne, mert hogy még nem vagyok olyan, mint ők. És az embert egész életében ilyen lélektani és testi, illetve a kettőnek a kapcsolata kíséri. És erre nem vagyunk fölkészülve. Például szürük... te kopaszodsz, vagy erősen kopaszodsz. Most ez 8-10 éves korodban ezt, ezzel nem is foglalkoztál egyfelől, másfelől a világon senki nem készített föl rá téged, meg magad se, hogy eljöhet ez az idő, talán korábban, mint kellett volna, stb. de nem egy dráma. Szóval, hogy készüljünk fel, hogy a korunk az bizonyos problémákat előz, és nyakam teszem rá, hogy neked ez a kopasság, rengeteg problémát okozott neked, magadnak. Egy ideig. Egy ideig. Azért mondom, de ezre föl lehet készülni, és ezt szeretném egy könyvben megírni, Persze ez az én vénülésem történet a gyerekkor. Ez ]on. egy szubjektív látlelete lenne a te egyik korból. Igen, de azért, 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 azért gyűjtök ilyeneket, már elég sok anyagon van, hogy mik is történhetnek az emberrel az élete folyamán, pontosabban a korosodása ö, ö, miatt. És két-három barátomnak, meg többnek is elmondtam ezt az egész könyv dolgot, meg volt köztük egy kiadó is, és baromi lelkes, hogy ez nagyon jó a téma. Hát én meg is ijedtem, hogy, hogy a túl jó a téma az, hogy én meg tudjam írni, de megpróbálom. Megint majd a határidő lesz, ami a szó. Szóval Te szóval nézd, ez, ez, egy olyan dolog, ugye, hogyha valaki le akar szokni cigiről, akkor sokan csinálják azt, hogy bemennek egy társaságba, vagy baráti és hangosan az ajtóban mondja, nem cigizem, mondja azért, hogy nem merjem majd rágyújtani aznap este ott a társaság előtt, hiszen hangosan azt mondta, hogy nem cigizik, tehát nem men. Én ezt a könyvet mindenkinek mondom, aki szembe jön az utcán, <laughs> hogy rajta kapjanak, hogy mi van a könyvvel. És akkor de valószínűleg lesz ebből a könyv azért. Tehát... Remélem. Remélem, remélem. Szóval uh, még nem... Neki kell ülni. Neki kell ülni, de most indul egy lap, uh, annál fölhívtak, és ezt valahogy szóba került, és mondták, te írd meg ezt a labba. Minden héten kapsz négy fleknyi, vagy öt fleknyi helyet. És azt mondtam, zseni vagy, neki ezt mondtam, mert ha az elsőt megírom, akkor a másik, és azt mondja, hogy ha ötven megírták, kész a könyv. Kiadják egy könyvbe? Igen. Igen. Nem tudom, hogy mennyire vagy műveletlen vagy művelt, Igen. de hogy rendkívül bölcs vagy, az egészen biztos, és ez nem a idősödéssel egyenértékű, vagy nem annak köszönhető. Olyan példabeszédekre bukkantam a te nyilatkozatodból, amire nem tudok más magyarázatot adni, mint hogy te folyamatosan figyeled a társadalmi jelenségeket, magyarázatokat próbálsz rá találni, ha ez nem sikerül, nagyon jó hétköznapi példákkal próbálod illusztrálni. Ezt én rosszul látom? Hát az az igazság, hogy nem értem pontosan, mire célzol. Tehát ö, nem, nem tudom, hogy mi az, amit, amit isteni bölcselteteket, hát, mire mondtam is. Például kérdeztek a párválasztásról, kérdeztek a, a politikai életről is, és te mindig egy nagyon plastikus hétköznapi példával láttál elő, és én értem a gyanúperrel, hogy azt nem ott találtad ki. De lehet, hogy így van. Mondok egy példát. Igen? Kérdeztek a párválasztásról, hogy jól választottál, nem tudom én, a második Igen. feleséged olyan volt te, és akkor ez kellett volna, és akkor te azt mondtad, hogy figyeljetek ide, lehet, hogy az én életem párja Los Alamosba egy pincérnő. Ha én Los Alamosba lettem volna most, akkor találkozok ezzel a pincérnővel, miközben mi történik? Egy ember, aki békás megyeri, az békás megyerő fog választani valakit, feltéve, ha csepelen dolgozik, mert akkor a csepeli titkárnőt fog elvenni az ottani gyárba. Az emlékszem erre. Igen. Ezzel azt akartam kifejezni, és valóban ezt mondtam egyszer valahol, aztán sokan visszavontak, hogy milyen jó, aztán már magantól mondtam. Nem csak nekem tűnt igen, fel. igen, igen, igen. Hogy az, hogy ki a te életet párja valahol ebből a 6 milliárd emberből, ez lehet, hogy Los Alamosban egy pincérnő, és ti a tökéletes, akinek egymásra kell találni, mert ha belegondolsz, rettentő szűk körből merítünk párt magunknak. Vagy munkahelyi, vagy baráti kör, vagy az a falu, vagy az a sportegyesület, vagy az a nem tudom. Szóval egy, egy igen szűk körből, miközben 6 milliárdan vagyunk a Földön, ebből gondolom 3-4 milliárd nő van, és fordítva a nők számára. Tehát nincs igazi párválasztás, és erről van egy külön elméletem, hogy Inkább ez a jó a beszélek inkább az elméletek a jó kifejezés. Nagyon sok elmélettel rendelkezel, amelyeket igen érzékletesen is adsz elő. Ráérsz ezekkel? Sokat rengel. fantáziálok meg, igen. Igen, igen, jár az eszem mindenfélén. Ez és azóta van, mióta nem vagy képernyőn és nem vagy rádió? Nem, ez mindig is Ez volt. mindig is így volt? Mindig volt? is volt, mindig fantáziálok dolgokat, és az úgy nagyon el tudok lenni magammal. hogy megoldást meg akarom találni rá. Hogy mit tudom én, mikor volt a Saddam Hussein probléma, ugye az, az okos Bush elnök idején, akkor én azon gondolkodtam, hogy mi volna, hogyha nekem egy olyan képességem lenne, hogyha én valakit meg akarok, el akarok tenni a föld alól, valamilyen dolog, rá gondolok, hogy te most hajj meg, és akkor Saddam Hussein meghalna. És akkor ezt hogy tudnám elintézni? Tehát én bemennék az amerikai követség, és azt nem jó napot kívánok. Én, ha akarják, egy gondolatomba kerül, és ha Hussein földobja a lábát. Most téterezük fel, hogy nem hívják rögtön a mentőt, és nem visznek be a diliázba. Mondom, de ha akarják, én bebizonyítom, halljon meg nagykövet úr. Kit akar holnap az újságban olvasni? Most ezer hónapokig el voltam, természetesen azt mondták volna, elhitték volna, azt mondom, kérek egy milliárd dollárt, és én a háború került aztán 40 milliárdba, én kérek egy milliárd dollárt, és Saddam nincs többé. És akkor ezen ügyek vagy, hogy, hogy a követel, hogy tárgyalnék? Hogy, hogy lenne a, ez az egész dolog? Mikor hinnék el? Hogy változna meg ettől a világ? ezért nagyon jól lehetok szórakozni. Ez nem pótselekvés egy picit? Ahelyett, hogy csinálnád azokat az interjúkat, amiket például most a másik oldalon viselsz el? Nem tudom, hát attól, hogy ülsz a vécén, vagy ülsz, egy vonaton, vagy vezeted az autót, és jár a fejed. Hát nekem ilyen hülyeségkel jár a fejem. De a haszontalanság érzése az nem tör rád időnként? Hogy még tudnád, még csinálnád, még ott a szakszodás? De, de ez nem, ez nem haszontalanság érzése, ez értetlenség kérdése. Nem értem, szó szerint nem értem, de nem vagyok felábolodva, mert ért, tudom, hogy ez egy más világ, nem jobb, nem rosszabb, mint valaha volt. Más, a most a szakmáról beszélek, Ö, hogy mondjuk egy olyan korú embert, mint én, vagy tudnék ilyeneket mondani, abszolút nem használnak. Miközben hát itt ülünk már egy órája, látod, nem nyáladzom, tudok a kérdésére válaszolni, és a nevemet még nem felejtettem el. Ö, miért van az, hogy 40 év fölött már nincs? Suhancok mondják a híreket meg kislányok, amit ez teljesen hiteltelen. Ez magyarul ez szakmai hiba. Nyisd ki bármely nyugati tévét, ott 50-60 éves emberek, a Larry King, az 80 éves korában magától fölállt a cnn -be. hogy fáradt öreg ember vagyok, már elegem van. Nem küldték el. Ebből következően te egy lezárt korszaknak tekinted a szakmai pályafutásodat? Ez Úgy szerint... gondolom. Bár most van mindenféle Ö, ja, nem ígéret, hanem... De ezt, ezt nem mondhatom el, mert ezt megígértem, hogy nem mondom el. De nagy duranás volt? Hát ha ez a, egy bizonyos televízió indulna, ami nagyon komolynak néz ki, ami a, a, az idősebbeket, tehát a 49 évben fölülieket szólít. Ez jól hangzik. Nagyon Abszolút jól hangzik. hangzik. Nekem is jól hangzott, amikor mondtál. Ha valaki, aki ezt nagyon komolyan gondolta, van is nagyon előre haladott tárgyalások vannak. Romániából jönne az adás, hogy ne ugasson bele a média tanács, és így tovább. Úgyhogy... A testhez állónak tűnik. Igen, szabad... Igen, 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 így van te figyelj, és találtam egy interjút, és ezt mindenképp meg szeretném kérdezni, amiben te azt mondtad, ez egy portréfilm volt, 80-as évek második felében, hogy az ország első számú riportere én vagyok. Ez... Ezt akkor halálosan komolyan gondoltad? Én nem kétségbe akarom ezt vonni. Azt hiszem, én... talán Déri Jancsi, nem tudom, kitette fel ezt a kérdést nekem. Ami egy hülyeke, ez egy nagyon rossz kérdés. Ezt a egy 100 méteres síkfutótól meg lehet kérdezni, hogy te a világon hányadik vagy. Megnézi a táblázatot, azt hogy a 12 vagyok, vagy első vagyok. Hogy te hányadik riporter, milyen riporternek tartod magad, vagy hanyadiknak tartod magad? Hát, na náhogy azt mondtam, hogy az elsőnek tartom magam, de ha jól emlékszem, pontosan azt mondtam, hogy a, benne vagyok az élbolyban. De. Az első háromban mondtam, gondoltam én akkor. Nem hiszem, hogy kimondtam, hogy én vagyok az első, mennyire hülye nem vagyok, mert ezzel megsértek kétszázat. De azt mondtam, hogy az élbolyban vagyok, ami igaz is. A mai napig igaz. Tehát úgy érzed, hogy ez nem egy lezárt fejezet? Azt abszolút így érzem. Ambíció van még benned? Kíváncsiság, érdeklődés, kérdése. Abszolút, abszolút, abszolút. Érdekel a világ. Érdekel a világ, érdekelnek emberek. Sajnálom, hogy nem vagyok kihasználva. Ez, az, ez a az egyetlen bánatom. A nyitottságod vagy a fantáziát kopott valamit az idő előre haladtával? Hát olyan öreg vagyok, hogy ezt nem tudom. <laughs> nem tudom. Tehát ugye magamhoz képest én nem tudom ezt, erre nem tudok hiteles választatni. Én úgy érzem, hogy én ugyanolyan vagyok. Én vagyok, mindig azt mondom, én vagyok a János. Te vagy a János. És ma mi a legfontosabb a te életedbe? 70 valahány évesen. Mit tölti ki? Nagyon érdekel, és ez nem politikailag, hanem társadalom lélektanilag, vagy nem tudom mi, hogy mi lesz ebből az országból. Hova megy, hogy fog ez megváltozni? Mert meg fog változni valamilyen irányba. Ez hogy lesz, mint lesz, ez, ez nagyon érdekel. És ezzel is lejátszok mindenféle dolgokat, hogy ha például volna 2000 milliárd dollárok, most legutóbbi, ez a legutóbbi játékom, ezzel használ. És akkor azt mondanám, hogy kérem szépen, kedves Fidesz, mondjon le, hogy oldaná meg, nincs öt évig párt, csak egy szakmai kormányzat, 2000 milliárd dollár nagyon sok pénz, az egész országot helyre lehetne hozni, az úthálózattól kezdve minden, de addig kus, itten most gazdaságilag rendet teszünk, nincs párt vitatkozás, meg nem tudom mi, egyszerűen nincsenek pártok. Pártok be vannak tiltva öt évig. Öt év múlva szabad választás. Most éppen ezzel játszom a Saddam Hussein helyett. És ha, ha már a pénzt említetted, manapság igényeidnek megfelelően élsz? Anyagilag? Szükséglet hát ez, ez, egy, ez, egy, ö, ez, ez egy speciális helyzetben vagyok. Ugye nagyon sok ember nyugdíjban nyugdíjból nem lehet megélni. Ö, sokan rengeteget megélnek nyugdíjból, de hát az én életnívom, van egy házam, van egy nyaralom, azt nyugdíjból nem lehet fenntartani. De miután a 90-es évek, 2000-es évek, nagyon, nagyon jó kerestem, tényleg nagyon jó kerestem. És akkor berugáztam, például, tehát van egy bizonyos tartalék, mert nem 100 milliók, de nem is 200 ezer forint. Hát ezt harapdálom egy pillanatban, ezt a tartalékpénzt haraddálom lefele. Nem merem beszorozni, hogy ez már nyideig fog tartani. Remélem, hogy előbb feldobom, és a pénz még fog tartani a feleségemnek is. De egy be, be belőhető, belőhető helyzet. Nem, nem, nincsenek anyagi gondjaim, nincsenek anyagi gondjaim, de egyáltalán nem dőzsölök. A depressziód, ami kiderült, hisz beszéltél róla, az elmúlt végérvényesen? Úgy tűnik, hogy igen. Úgy tűnik, hogy igen. Igen, főleg attól, hogy egyszer már átestem rajta, és nem vettem észre, hogy nekem azon van. Az ember azt nem tudja, hogy depressziója van? Nem, csak az, hogy semmi nem érdekel. Fölkelsz. Ez abban három évben volt, amikor mondjuk mellőztek? Ez amikor... amikor úgy rám... Szóval, amikor észrevettem azt, hogy a naptárom üres, és és nem, nincs mit De, de nem, a depresszió, mint t tudtam, ez egy betegség, tehát ez valami kihözhatja, de nem kell hozzá semmiféle ok. Nem kell, hogy megdököljön a kedves macskád, nem kell, hogy ne kapj munkát, jöhet ez magától is. És, de ez elég szörnyű volt, tehát, alig vártam az estét, hogy halvás. És borzalmas volt reggel fölkelni, és ezt a porrat nem tettem arrébb, és stb. 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 És mentem a Diliház előtt, a Lipót mező előtt, Autóval is azt mondtam, hát én beteg vagyok. Hát én depressziós vagyok, az az én bajom. Másnap már orvosnál voltam, adott hát bogyókat szedtem fél évig, és ember jöttem. Maradjon ez így, őszintén kívánom. És azt hiszem, mind a ketten betartottuk a megállapodást, ugye? Köszönöm, nagyon jó volt veled. Én köszönöm az őszintességet.